A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia mentál trénerének Hankovszki Dórának az az elsődleges feladata, hogy az ifjú focistákat egyénileg, valamint csoportosan is támogassa a minél jobb teljesítmény elérésében. A csoportfoglalkozásokon a csoportdinamikával foglalkozunk, azzal, hogy hogyan lehet konfliktust kezelni, problémákat megoldani, ehhez tanulunk technikákat, illetve az éppen megvalósult meccsek sikereiről, kudarcairól, tanulságairól beszélgetünk. Illetve olyan csoportfeladatokat kapnak, amiknek a végén mindig rácsodálkozhatnak arra, hogy ki vagyok én, hogy működök egy csoportban, mit árul el rólam az, hogy így reagálok egy-egy helyzetre, és egymásnak is vissza tudnak jelezni, hogy a viselkedésük milyen hatással van a másikra. Az egyéni alkalmak során pedig a magánéleti nehézségek kerülnek fókuszba. Egy kamasz fiatal esetében ez nagyon sokszor szülőkkel való konfliktus, a szülők válása, párkapcsolati nehézségek, szexuális problémák, beilleszkedés az új csapatba. Ezek a jellemzők. Megpróbálunk célokat megfogalmazni, fejlődési feladatokat kitűzni, önbizalmat növelni, a hibakezelést, kudarckezelést, kritikakezelést javítani. Mivel akadémistáink nem egyéni sportolók, így fontos, hogy alá tudják rendelni magukat egy közös cél érdekében. Vannak olyan gyerekek, akik 14-15 évesen már nagyon profi szemlélettel érkeznek ide. A profi szemlélet nem csak azt jelenti, hogy a pályán igyekszik maximális teljesítményt nyújtani, hanem az egész életmódja, a táplálkozása, a telefonozási szokásai, a bulizáshoz való hozzáállása, a tanuláshoz való hozzáállása mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy ő egy nagyon érett, az életét céltudatosan, felelősséggel élő fiatal. Hát az ilyenekkel a legkönnyebb dolgozni, mert ők a leginkább nyitottak arra, hogy a mentál tréning az hatékony és növelheti a teljesítményüket. És vannak olyan játékosok, akik kevésbé ügyesek vagy formálandók még ezen a területen, hogy hogyan kéne hozzáállniuk az élsporthoz. Dóra munkája során az edzőkkel is folyamatosan egyeztet, és nagyon sokszor tudnak egymásnak segíteni például abban is, hogy mi az, ami egy-egy játékosnak adott szituációban a hasznára válhat. Egy picit üljön a padon, legyen két meccsig csere, és akkor van, akit ez motivál, valakit viszont rettenetesen elkeserít, és neki inkább dicséretre, motiválásra van szüksége. Van, akinek az a fontos, hogy konkrét információkat kapjon az edzőktől. Mit kell másképp csinálnom, hogy még jobb legyek? Van, akinek meg olyan értelemben rám van szüksége, hogy az önbizalmát erősítsük. Júniusi műsorunkban megtudjuk a szakembertől, miért is kiemelten fontos a profi szerződés kapó focistákkal való gyakori mentális foglalkozás, sőt volt akadémistáink őszintén vallanak arról, hogy mai fejjel mit csinálnának másképp egy szebb karrier elérése érdekében.